sportosat. Irodónk vendége Kis László, a Vasas egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz. Na hát átadták az új stadiont. Vasasnak most már készen van az új stadionja. Először is, hogy tetszik? Többször voltam természetesen. Az építkezés alatt is volt olyan, hogy meghívtak bennünket. Egyszer, egyszer nem meghívottként is, mondjuk itt jön hogy a szurkolókkal egy Ja, a kerítésen átmászva, értem. Hát nem egészen úgy, <laughs> de... Mert de... <laughs> nem, volt még kerítés, <laughs> Így van. Hát azért azt a, az a bizonyos fejfegyőt azért föl kellett uh -huh. venni. Tehát többször voltam, hát én nem igazán láttam akkor át, hogy ez hogyan, ugye ott a játéktér is szal, maradjunk annyiba, hogy nem volt zöld, meg ott minden volt, csak Igen. éppen fű nem volt. Stb. És akkor azt mondták, hogy na ezek lesznek a skyboxok, ez meg egy ilyen közösségi tér, meg stb. stb. Tehát az ember ugye mi vagy nem ez a szakmája, nem igazán nem látja. Nem elképzelni. Persze. Igen. És amikor elkészült, ugye a számokat tudta az ember. És én megmondom őszintén azokkal, abszolút egyetértettem, mire gondolok. Az, hogy, hogy egy 5800 férőhely, tehát ez én úgy gondolom, hogy bőven elég. Illetve ez azt jelenti, hogy azért a Vasasnak van egy olyan magja, hogy olyan 1500-2000 fő, aki minden, akár MB2-ben is, megtekinti a mérkőzéseket, akkor az is egy közel félházat jelent, tehát egyfajta hangulatot tud biztosítani. De egyébként, hogy... Bocs, ha már be... a hangulatnál tartasz, csak egy másodperc. Ugye az MTK pályán nagyon jól megcsinálták, ugye a falakkal, meg mindennel a stadionnál, hidegkut stadionnál, hogy a 300 ember is, nekik olyan hangja van, mint hogyha teltház lenne szinte. Mm -hmm. Itt ennél észrevennél vennél valami hasonló nem, kis nem, trükköt. Nem, ez, ez más. más, ez fajta, más. Uh -huh. Teljesen másfajta, tehát hogy, hogy hogy mondjam, ugyanúgy fedett természetesen, de de nem annyira zárt. Igen. Tehát uh -huh. ott van, vannak olyan, nem tudom másképp kifejezni, a lukak, hogy így mondjam, ahogy gyakorlatilag elszállhat a, a, a hang uh -huh. minden további nélkül. Viszont, ha az MTK-hoz hasonlítjuk, akkor annyiban abszolút más, hogy a kaput mögötti területnél, ugye, itt nézők vannak, ott pedig beton van. Igen, hogy így, beton tehát így, van, így van, így van. Tehát az, az maradjunk, ha nekem jobban tetszik az a Egyértelmű, stadió. persze. Ott a, ugye úgy van felépítve, hogy a emlékek is megmaradtak, ugye? Találkoztál magaddal? Nem találkoztam. Egyszerűen, ugye, ez. ez én most először láttam, illetve múltkor már egy-két egy idézetet el tudtam, most akkor rakták fel uh -huh. ezeket, és most, ugye, ahogy, ahogy megy föl az ember, szinte mindenhol vannak idézetek, és egyszerűen, ugye, ez, ez, ez nem volt rá idő. Tudni, hogy állandóan találkoztál valakivel, ugye, uh -huh. akit, akit rég láttál, vagy éppen múlt héten uh -huh. látta, akkor is volt Igen. mondani való, és akkor is, hogyha évek óta, vagy akár 30 éve nem láttál, ez ilyen is volt. Tehát egy nagyon érdekes volt, úgyhogy úgy egyszerűen, hogy így mondjam, nem tudtam megkeresni magam, hogy vagyok-e benne, vagy nem, de ennek úgy nagyon nagy jelentősége számomra nincs. Ha már nevekném, mert találkoztál sok emberét a nyitón, hagyd kérdezzem már meg csak úgy teljesen, hogy mellékvágányként Zombori Sándorral, mi van? semmit nem olvasni, hallani, tehát bármikor, bármilyen újságcikk foglalkozott, az a régiek ott lesznek, stb. stb., bármi, soha az ő nevét senki nem írta le. Ö, már kezdem azt mondani, akkor nem is játszott a Vasasba. Most, most tudom, egy kis újságű túlzás volt ebben, de sehol nem találkozom az ő nevével. Igen, hát ott volt a Sanyi, természetesen. Ott volt mind a két fia, uh -huh. ugye az egyik, ugye az a alán az még egyszerű válogatottságig is vitte, vitte, ugye, de ott volt a, a valér is, akivel csak azért érdekes az egész dolog, mert mert amikor én Mumpillében játszottam, egészen pici gyerek volt, hogy így mondjam, és hát most egy ilyen nagyon komoly felnőttet, sőt potentia, potentált felnőttet, ami a, 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 a gazdasági életet és a vezetést illeti, uh -huh. tehát egy ilyen emberre is össze lehetett futni. Vigyáznak az apjukról, sajnos annyi beteg, azt tudni kell, és hát feleség ápolja, illetve, illetve a, a, a gyerekek, hogy így mondjam. Annyiból talán bizakodunk, hogy, hogy talán többször ki tud idejönni a Sanyi, kísérettel tud, csak mivel hogy a lakása az nagyon-nagyon közel van a utcához. És ugye volt olyan, hogy akár engem is megkértek a, a, a fiai, hogy, hogy segítsek és le kivinni, és természetesen bármikor ezt megteszem, de de ugye nem tudok vigyázni rá, tehát egy szünetben, uh -huh. vagy mit tudom ahol ugye millió ember az ember igen, igen. összefut, de a Sanyival ez a helyzet, sajnos beteg, akkor de ott ezért, volt a mérkőzés. Akkor lehet, hogy akkor ső. ezért van az, hogy akkor... Hát igen, nem nagyon beszélnek róla, hogy így mondja Pedig lehúzott jó pár évet. Jó pár évet, azértként azt tudni kell, hogy én, nem titok, de... De én Pécsen találkoztam először a Sanyival, tehát 74-ben, amikor én MB1-be kerültem, akkor a Zombori Sanyi ott játszott, és és aztán így onnan, onnan az ismerettség, uh -huh. tehát borzasztó régóta, akkor még a Tótyoska, meg Kocsis Pista, tehát is sokan kerültek el aztán Pécsről, fővárosba, de a lényeg az, hogy én onnan ismerem a Sanyit, és természetesen bármi van, akkor mi segítünk, ha tudunk. Uh -huh. Volt egy ő mérkőzés is ezen az avatón, hogy a dac ellen játszott a Vasas, ő nyert kettő óra, de gondolom ebből a mérkőzésből sok mindent nem lehet leszűrni, ami a Vasas jövőképét illeti. Igen, hát én úgy gondolom, hogy egy ilyen jellegű mérkőzés, annak, annak úgy különösebben szakmai vagy egyéb jelentős nem volt. Talán annyi, hogy hogy jobb nyerni. Ugye hát emlékszünk azért arra bizonyos. Ferencvárosi stadionavatóra, amikor bajnoki mérkőzéssel avatták föl, és akkor éppen avasas volt az, amelyik nyert, és az mai napig ugye emlegetik. Na most itt azért egy külföldi csapatot hívtak meg, és jó csapat volt egyébként, de nem hiszem, hogy különösebben ennek a szakmai értékét kellene boncolgatni, csak annyi, hogy jobb, hogy a vasas nyert, összesen ennyi. Mennyire fel, hogy az a régi vasas már nincs meg, ahol ugye a rengeteg szép élményed volt. Igen. Hát, uh... Mennyire jut úgy is feleten a kérdés, hogy erről az új pályáról, mennyire fog még a régieknek akár neked, eszedbe jutni a régi gólhelyzetek, vagy gólok, események. Sok minden egyébként ez fölmerült a beszélgetéseink alkalmával. Hát először is ö, ö, ott hogy ott kezdődik a dolog, hogy, hogy emlékszel arra, amikor mi még a régi pálya játszottunk, ugye? Mm -hmm. Tehát már kezd ez a fajta dolog úgy megjelenni, hiszen ö, hiszen a, a, stadionban most már évek óta nem játszik a vasas, ugye, mert ö, vendég ö, a Újpesten, a Szusza Ferenc stadionban, tehát ö, eleve ugye az, az otthon játszás, tehát előfordulhat, hogy jó pár vasas, aki jelen pillanatban vasas labdarúgó, az még egyáltalán nem játszott bajnoki mérkőst a Fáj utcába, az Irovszki stadionban. Már hozzátenném itt is, hogy nagyon örülök annak, hogy hogy megmaradt illovszki Ludov stadion, és nem pedig, minden az MTK-nál átnevezték, új hidegkutinált, nem tudom miért, hogy új, tehát ugyanúgy, tehát teljesen mindegy, hogy úgy néz ki egy pálya, őről van elnevezve, akkor őről a tehát a lényeg az, hogy ez az egyik része. A másik része ugye, nem már nem tudom, hogy kivel beszélgetni, és azt mondom, hát tudod, mondom, hát a... a, a az az 50 méteres folyosó, ugye ezt sok-sok szurkoló, akik kim voltak, akár vendégként, akár hazai szurkolóként, azok csak azt látták mindig, hogy onnan előbukkanunk, uh -huh. hogy így mondjam, a régi pályán. Igen. És az a körülbelül 50 méter, ami ami megvolt, az egyedi volt ö, ö, Magyarországon, sőt, én még külföldön sem igazán emlékszem arra, hogy, hogy ilyen távol lett volna, uh -huh. hogy így mondjam, az öltöző ö, és a, a pálya. De az is nagyon érdekes volt. Aztán, aztán az is, hogy a. Ja, akkor ez az ötven méter eltűnt, most már nincs. Ilyen. Már régóta nincsen, hogy így mondjam, így van. Igen. Aztán meg hát, meg hát olyan elnevezéseink voltak, ugye, mert, mert mindenkinek van egy kedvenc kapuja. Tehát amikor futballozik. Tehát mindegy, hogy melyik pályája játszik, Igen. de a hazaiaknál különösen van. Újpesten tehát... meg a Tungstram kapu volt. Igen, tehát azt, le, azt lehet mondani, hogy ő most mondjuk erre a kapura szeret Igen. játszani. Így van, Igen. tehát Igen. Is ez teljesen rendben van és akkor uh, például én a székház felé szerettem játszani, uh -huh. ugye? Tehát ez is egy olyan érdekes, de akkor másképp fogalmazva, a régi nagyok, aztán már, bocs, de már én is oda kerültem, hogy így mondjam, hogy régi is, meg nagy, azok az óránál, áltak és nézték a mérkőzést. Most ugye olyanokról beszélünk, hogy a fiatalok ezt nem tudják, az idősebbek pedig tudják. Tehát egy nosztalgia jellegű dolog az szerintem örökre megmarad, hogy ameddig mi élünk és erre vissza emlékezni, emlékezni, biztos vagyok, hogy, hogy ezt jó szívvel tesszük. Hozzátenném, hogy egy, egy én is rámentem a pályára, ha nem is léptem pályára a többiekkel együtt, maga a gyepszőnyeg az, az abszolút kifogástalan, Tényleg csodálatos, de hozzá kell tenni, hogy abban az időben a, a, az a minőségű pálya, az, tehát első volt, első volt Magyarországon a Vasasért, tehát az olyan minőségű pálya volt, és mi érdekes, hogy még abba az időben, ami manapság már elképzelhetetlen, nem csak Magyarországon, bárhol, hogy abban még mi is besegítettünk, hogy emlékszem rá, amikor télen, bocsánat, a bajnosság befejezése után hozták a tőzeget, meg trágyát, megített, és abban mi is besegítettünk, széttördeltük el, osztattunk, terítettük, akkor. így Igen. van mindenfele, hogy az manapság ilyesmi már nincsen, de én mégis jó szívvel gondolok hmm. erre a dologra, és azt hiszem, hogy valamennyi csapattársam ugyanígy tesz. Ha már régi pálya szóba került, melyik mérkőzésedre emlékszel vissza a legjobban, legszebben, a legszebben, legjobb szívvel? Sok-sok hazai közül. É, érdekes, hogy nem annyira mérkőzések maradnak meg bennem, ez Na. nagyon, nagyon érdekes. Tehát megmaradnak persze egy, egy olyan mérkőzés, abszolút megmarad, hanem, hanem bizonyos, konkrét dolgok. Uh -huh. Uh, és ebben voltam, hogy főszereplő voltam, volt, ahol nem főszereplőként éltem meg, de gyorsan mondom, tehát ugye ezek megtörtént dolog. Uh, például uh, ugye uh, egy ilyen uh, bajnokság vége felé, meg nem tudom mondani, hogy utána lehet nézni, ugye, a, a, győri nagy csapat, hogy így mondjam, látogatott a Fáj utcába, és ö, ház volt, nem azért, mert minket akartak látni, vagy a győrt, a győriek természetesen biztos jöttek, hanem hogyha mi megverjük a győrt, akkor a Ferencváros a bajnok, és, és, ugye hát ilyen felfogadott, tehát jöttek a, a rengeteg Ferencváros szurkoló, és kiabáltak, hogy hajrá vasas. Fél idő kettő null volt, amikor Hát na, megint neveket mondok, az idősebbek emlékeznek, hogy a, a Hajszán Gyula és a Szabó ott a két szélsőt, a, a Verebes Józsi, a Mágus megcserélte, és a Farkas Tibi, aki fogta a hajszát Gyulát, és mindig ledradírozta, nem volt soha, semmi gond, egyik mérkősen, sem győrben, sem itt van, az gyorsan kiszalt a Rudi bácsi, mondta, hogy Rudi bácsi, helyet cserélte, cseréljük, mi is helyet a, a, a Csima Gyurival, hadd ő a jobbeké, mert a balbek, nem lesz semmi probléma, és Rudi bácsi azt mondta, hogy szó se lehet róla, a jobbek az jobbek, a balbek meg balbek. Hát, hogy így mondjam, mennyire megelőzte talán korát Verebes Józsi, ez az egyik része, uh -huh. ugye, hogy ő már tett ilyeneket, hogy a ballábas uh -huh. meg a jobb lábast megcserélte. A másik, hogy nem mindig az edzőnek van igaza, akárhogy is hívják, hiszen kikaptunk 3-2, és a Hajszán a 3 gólt rúgott azon a mérkőzésen. És ugye bármi furcsa is, ugye kaptunk is eleget ott a a, a Ferencvárosi szurkótól, sőt, talán még mai napig is emlegetik, hogy eladtuk a mérkőzés pedig hát semmi más dolog nem volt, hanem a, a verebes húzott egy nagyot, és egy másik nagy öreg meg nem tudta ezt lekövetni. A játékosok pedig le igen. tudták volna követni. Tehát ilyen dolgok maradnak Aha. meg, vagy, vagy, egy MTK elleni egy-egy, ahol a, egy gyönyörű gólt rúgtam, de senki nem emlékszik rá, mert az a háromezer emberből, aki emlékszik mondjuk És ugye egy-egy, de döntetlen és egy -egy, Tehát az sem volt érdekes, de volt egy olyan megoldásom, amit aztán a Gáspár József viszont a mai napig emlékszik, hm. de azért, nem az mert ő Igen, ha. így van, mert ő kivétel, de, de akár beszélhetnék egy közé Európai Kupa hogy hmm. oda-vissza Verona, egy Dirceu ellen, ugye, hát elég jól ment a játék, emlékszem rá, ott a székház felé támadtunk, már megindul jön elő a régi emlék, és ugye ott a magam mögött vettem át a labdát, vagy háromszor, majd utána Dirceu ellen, ugye lövőcsellel, és akkor a Dirceu pedig nemes egyszerűség egyet érdem, től így rálépett, a, a bőr lejött, hát nem volt akkor még ipcsontvédő, kötelező biztos, hogy nem, folyt a vér, és a következőt mondta, kis, no tribble. Egyből értettem a célzást, úgyhogy semmi gond nem volt, tehát nem szórakoztam tovább azon a mérkőzésen, akármilyen jó is ment a játék, tehát nem a csel volt a lényeg, hanem maga a győzelem. Tehát sok-sok ilyen apró apró dolog, de akár vendégként is a vasaspályán, hiszen játszottam én a, 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 a is a vasas a Rákóczi és a vasas ellen. Tehát ez is egy érdekesség, tehát, és ezek is mind-mind olyan emlékek, hogy reggelig tudnék erről beszélni, de úgy egy mérkőzésre azt mondom, hogy úgy, úgy nem igazán mm -hmm. mondanám, hogy hogy ez volt És olyan valami káperázatos gólod, mitől sarokkal, háttal állva, ér, vagy Ö, valami, tehát ami igen. úgy nem mindennapi. Így van. Ez tulajdonképpen ez, 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 ez a Gáspár Józsi ellen, ez az egy-egy, ez, ez azért volt számomra, hogy egyrészt egy a Gáspár Józsi azt kivette, de volt egy másik, Ugye akkor már a Tótyós hazajött külföldről, és az MTK-ba még mondjuk így, hogy levezetett, ugye, és a lényeg az, hogy csináltam egy himbátott baloldalt, és majdnem az alapvonarról, olyan, olyan 10-12 méterről, ugye meghúztam, és gyakorlatilag, ugye hát a kapus ilyenkor mit csinálottál a röviden, és aláruktam, nevezük ezt olyan megoldásnak, mint a, mint a, norvégok ellen, ugye, ami, ami mondjuk itt az én védjegyem, az a különbség, hogy ez teljesen kiszorított helyzetben volt, de a kapusa röviden állt, de ugyanúgy ballal alárugtam, és ugye a, 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 a gazsír, az pedig beleült, hogy így mondjam, hogy a lövésre mm. számított, és emlékszem rá a mai napig az arca, hogy előttem van, hogy nézi, nézi, ugye fölötte bemegy, és akkor, hogy beesik el, beesett de nem nyertünk, és csak egy-egy lett, most idézőjelben egy-egy, de én úgy gondolom, hogy az életem egyik legszebb gólja volt, és ezért is emlékszem szívesen erre a bizonyos találkozóra, holott hát nem volt egy nagy ügy az MTK ellen az egy-egy. Ilyenkor nem rossz, hogy pont ilyen meccsen sült el az ember lába? De volt ettől kellemetlenebb is, hogyha ha, ha, ha a sztorira gondolsz, ez, ez, egy kettős rangadón Újpesten, úgy gondolom, hogy az életem egyik legszebb gólya volt, közelében nem luktam hasonlót csönt, tehát nem tudom hasonlítani. Ennek a következő volt a lényege, tehát fölnyúltam egy ilyen indításnál valahogy le, kapus jött, hogy egyértelmű ott, hogy, hogy emelem, és az egyik lábammal felemeltem, mint uh -huh. emelném, és gyakorlatilag a labda mellett elrúgtam, a kapus felugrott, és a másikkal pedig beletoltam. És laposan laposan meg... Ő ugrott, és az pedig Te laposan, lapos? ez egy ilyen tíz méter bemegy. de nem ez volt a sztori benne, Ettől so, mi, ez sötlet miért... ötlet egyébként. É... És, várj, és akkor ezt ott, akkor a dopilaba találott ki, vagy Igen, tudod, ez hogy ez folyó... Nem, nem tudtam. Ez nem így tudtam, improvizáltál. Ez abszolút így volt, de nem ez volt a legnagyobb mm. sztori benne, hanem ugye hát az én taszáron születtem, ott éltem, szüleim is ott laktak, ugye hát, és kint volt a televízió, kettős rangadó, ugye, Népstadion. És hát mondom csak, hát nagyon boldog voltam, mert spéci gól volt. Igen. És ugye következő történt, hogy gyorsan fölhívtam a szüleimet, édesapám, édesapám, nézzétek a Híradót, mert ott mindig adtak ilyen összefoglalót az egyik nézből. Biztos, hogy adják a, a gólokat. Ugye a Híradó végén volt egy ilyen gól összefoglaló, semmi, már csak egyszer levetítették a gólokat, gólt vagy gólokat. És nézzétek, mert mondom, olyan szép gólt tudtam, ugye. Hát én gondolom azt, hát, meg hát, így is volt, hogy apám gyorsan, hát az ismerősöket, mert mindenki ott a híradót nézzétek, a fiam olyan gólt hogy ő is azt mondja, hogy csoda volt, akkor én ezt hmm. elhiszem, nézzétek is. Na hát én is oda a tévéképernyő előtt. Néztem, és a Vas István Zoli volt az, aki ugye közvetítette és azt mondta a követőt, és a 62. percben Kis hogy nagyon szép gólt ért el, sajnos ezt nem tudjuk levetíteni önöknek, mert éppen akkor kellett kazettát cserélnünk. Ugye ez manapság teljesen tehát Jú, elképzelhetetlen, igen. Nem, ugye, mert nem így, de digitálisan Persze. történik minden. Na Most azt el lehet képzelni, hogy én most tulajdonképpen egy olyan dolgot meséltem, hogy vagy emlékeznek már emberek, akik ott voltak, és ez így történt, vagy azt mondok, amit akarok. Ugye? De hát higgyék nem el sem a kedves nem. nézők, hogy ez így volt. Tehát nagyon sok ilyen érdekes sztori van az ember életében. Jó, akkor térjünk vissza most már jelenben, nem sok van hátra a beszélgetésünkből, sajnos. Először a Vasassal, ugye nagyon sok most már az olyan csapat az MB2-ben, amelyekre mindenki azt mondaná, hogy tuti feljutó az MB1-be. Nagyon erős a mezőny, azt lehet mondani. Legalább 20 csapatból 10-re. Mi lesz a Vasassal? Hát nem tudom, ugye az jó, tudni kell, hogy azért itt már... én gondolom, hogy ugye sok vetétárs van, és akkor hozzátenni, mindig fekete ló is van, hiszen így volt Arra most a kapcsolatban, a Rákóczi is, így ugye, van, aki 3 ból jött, látott és győzött. És őt nem tehát, számolták oda. De Abszolút, ugye, még az első nyilatkozatára emlékszem is a az edzőnek, aki azt mondta, kikaptak, és azt mondja, hát ez sajnos MB2 a játékosai, meg még MB3-ra voltak fölkészítve, úgyhogy, vagy fölkészülve, úgyhogy itt még gondok lesznek, hát olyan gondok lettek, hogy megnyerték, ugye, és MB1-ben vannak. Tehát a, a lényeg az, hogy azért a legnagyobb probléma, hogy így mondjam, van egy rutinos ilyen csapat is, az MTK, amelyik, amelyik Bármikor képes kiesni az ember. Már tudja, hogy, hogy milyen visszajutni, már és, van benne gyakorlata. Őnek rutinja van ebben, tehát vezetőnek <laughs> jár, talán még játékosnak is szerintem van olyan, ugye a Józsina biztos, hogy már jutott föl, kiesett talán Igen. már kétszer is. Igen. Tehát ők, hogy így mondjam, ebbe, ebben otthonosan mozognak. De tényleg a többiek. Az egy kérdés, hogy valójában ki lesz az, aki, aki ebbe tényleg úgy akar belenyúlni, Hát most a győrtök, ez nyírmótig most, most mindenhol elég keményen akarnak. A haladásnál viszont nem, tudja, ugye most új kezekbe került a futballcsapat, úgyhogy most ők két-három év így, így számolnak vele. Így, de sose lehet tudni, ugye így ott van, is, tehát az én úgy gondolom, hogy, hogy ez első, most, most hadd menjek megint vissza és a régmúltba, hogy a Dalnoki Jenő bácsi, amikor, amikor a nyilasi tibéket, ugye nyilasi uh, Rappon, Naus, uh, stb. 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 tehát rengeteg olyan fia 8-10 fiatalt hozott föl a, a, az ifiből és megnyerte velük a bajnokságot, tehát, tehát elképzelhető, hogy jót húznak ezen a haladásnál is, tehát én nem, nem ső, 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 az én a, persze. persze hát egy nagyon jó utánpotlással rendelkeznek ráadásul, úgyhogy akár vonzó is lehet maga az egyesült a fiatalok számára, mm -hmm. hogy hoppá, ugye itt magyarok lesznek, meg fiatalok, és akkor sosem lehet Tudni. Tehát azt mondom, hogy nagyon nehéz lesz. Tehát ez, ez, ez ugye egy kicsit a szanyokarcsinak is azt gondolom, hogy a tavasz könnyebb volt idézőjelbe téve, hiszen alulról jött, és minden mindegy alapon. Igen. Amikor én úgy gondolom, hogy van egyfajta elvárás. És az elvárás az soha nem az az érdekes, hogy a, 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 a külső elvárás mi esetleg vezető részéről, vagy vagy akár a szurkoló, a szurkol mindig nyerni akar hanem az, hogy a sok elvárás, amit hallanak a játékosok, esetleg ez ki fogja ezt elbírni, ki az, aki, aki, aki ennek az élére tud állni, hogy így mondja, tehát ki az, aki, aki, MB1-ben aki, aki gondolkodik, tehát és ezt meg is tudja valósítani, és itt elsősorban a játékosokra gondolok, ez nem lesz egy egyszerű menetelés a vasas részéről, de hát azért legyen úgy, hogy mi jutunk fel. A héten ugye nemzetközi kupa mérkőzések, ugye beindulnak, ugye Mind játszik van. mindenki. Én most ebben nagyon nem mennék bele, mert első mérkőzések lesznek, ki tudja még mi. Nehéz ilyenkor okoskodni, tehát ilyenkor, hogy mi várható, mi nem. Úgyhogy ezt én most ö, hagynám ezt a kérdéskört, ha nem haragszol, hogy most mit várunk a Fraditól, mert Na, most meg okoskodni lehet, így főleg van, így, hogy bizakodni, tehát, is, mert sok mindent lehet mondani, de így van, tehát jó. én ezt most nem, viszont ami engem még mindig zavar. És ezért hagytam utoljára, mert kaposváról van szó. Diszli Laci, Warner Robert. Ez, ez, ez annyira nem jó, és annyira nem szép ez így. Hát, és nekem, maradjunk nagyiból, hogy nekem sem. tehát mindenki tudja, hogy miről van szó. Így van. tehát, tehát ez, nem, nem, is tudok hasonlatot mondani, valami ilyesmi szokták, hogy ugye, hogy a homokba dobjuk a fejünket, meg mit tudom én. Tehát ennek, 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 így nem volna szabad megtörténnie, hogy így mondjam, mert, mert egyszerűen ez azt mutatja, és én ennél is, de utánpotlásról gondolok, dolgozom, és a gondolkodásom is abban merül ki, hogy így mondjam, mm -hmm. persze foglalkozom a tetejével is, de ilyenkor azt, azt szokták nem mondani, amikor mondjuk én odaszólok egy egyesen egy gyerekek, ez így nem jó, ez itt nincs betartva a szabály, mert ezt azt foglalkozzon, mert mondom, az MLS elnökség ezt a hatáltatot hozta, tehát az itt készül, foglalkozzon inkább az mb 1 el amikor ott a Diszt Laci és a Waltner Robert azt mondja, te szerinted Laci ez rendben van? Akkor mi tartsuk be, amikor ők se tartják be? Tehát, tehát érzi? ráadásul nem is ez a legnagyobb problémám, és nem tudom a konkrét esetet, tudom, hogy miről van szó, Igen. de a konkrét esetben kap -e érte, dolgozik-e ezért a pénzért, kap-e pénzt, és dolgozik-e érte, ugye a disztulaci. Egy biztos pénzt kap, hogy Pénz, most mennyit á, kell dolgozni, érted? De, de érted, tehát ez, ez, igen, tehát ez igen. egy olyan visszás helyzet. Rá, van, ezért mondom, hogy nem tetszik nekem ez Nekem se tetszik, sőt, én nagyon is ellene lennék az ilyenek. Erre is lehetne, sőt, én úgy tudom, hogy talán például nem volt kötelező a prolicensz az MB1-be. Tehát ez most hirtelen megint az lett. Én valami ilyesmire emlékszem, tehát erről vissza kellene nézni egyébként. De tehát, néha számomra is van, vannak olyan... Megoldások itt ebben Na, a témában igen. is. Hogy... Na most, amit én szóba hoztam, ez, ez a játékra hogy hathat ki? Most ez a kettősség. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában nem, tehát... Igen, csak elmondom, mire gondolok. Ugye vannak játékosok. Igen. Nem mindenki lesz a Wartner Robert kedvence. Nem. És akkor azt gondolja, hogy a esetleg majd diszilációval jóba leszek, és akkor mai hátulról, és akkor innentől kezdve egyfajta bomlasztás is be tud indítani, hiszen mégiscsak ott van egy disziláció, oda van nevezve. Tehát... Érted? Tehát nem az van, hogy egy vezető edző van, és annak kell megfelelni, és kész, hanem lehetőséget adunk, hogy aki ide nem, akkor odahúz, és akkor ezáltal már, már könnyen értem. lehet bomlasztani. Tehát kiadhat a, épp ezért aztán a csapat játékára is. Igen, hát ez, ez akkor szokott előfordulni, amikor mondjuk annyiban, hogy maga a csapat nem olyan eredményes, mint ami az elvárható lenne, tehát nem is az hogy gyengébb, mint ami elvárható. És akkor innentől kezdve a játékos az keresi a hibát. A játékos az olyan, mint bármelyik más ember a, világon, az soha nem magában keresi. Tehát nagyon kevés ember van, aki azt mondja, hogy hú, a, hogy is, ebben biztos én voltam a hibás, vissza lehet menni bármilyen nyilatkozatokba, akár sportba, vagy akármilyen más gazdasági életbe, vagy bármilyen. Aki nyilatkozott, kirúgták, mint a, ah, ő jó volt, csak ugye a körülmények, a más, De most így van, most amikor meg ráadásul itt egy csapatnak kell eredményt elérni, itt nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy gyakorlatilag az a csapat csapat -e. Tehát bármely tudom, a 11 játékos ugye az, az általában az úgy, ahogy szereti mondjuk a, vezetőedző, vezetőedzőt, de a 12 már nem annyira. Na, és arra kell törekedni, mind a 18 szeret. Persze, ez a legnehezebb. Csak, csak, ezzel lehetőséget adunk arra, hogy még inkább ne legyen az. Abszolút egyetértek ezzel a, ezzel a dologgal. Ez csak egy, hogy mondjam, plusz egy, egy lapáttal oda, hogy, hogy nem biztos, hogy annyira. mert, mert, mert igen, tehát könnyebb volt azért MB2-ben nyerni, ugye, amikor, amikor, nem volt olyan, olyan nagyon nagy elvárás, mert Igen. nem volt feléjük elvárás a Rákóczi Így van, felé. Viszont most, most, viszont lesz egy hatalmas nagy elvárás, ami nem azt jelenti, hogy meg kell nyerni a banyosat, hanem benne kell maradni. És ugye itt ki a gyenge csapat, itt lehet ugye látni, hogy, hogy egy MTK, ugye, aki tavasszal nem nyert, ha jó emész hogy talán egy meccset nyert, tehát azért, azért itt azért nagyon-nagyon nehéz lesz, hogy meg... Mi, mi van, hogyha ötödik meccs is itt? Igen. Tehát ez egy, ez egy, probléma, edzői probléma, stb. stb. És akkor megy mind a két edző, megy a Wartner, Disney is, mert ugye hoznak egy olyat, akinek van pro licensze, és akkor már két edzőnek kell plusz a végkielégítés, stb. Tehát akár honnan nézzük, hát etikai, meg anyagi oldalról, meg bárhonnan, ez nagyon csúnya dolog. Hát nem szerencsés, akkor ugye szerényen fogalmazom ebben a dologban, de hát ne váltsuk itt a rákocit, mert nem ő a hibás ebben a, ebben a dologban, hogy meg kell felelni, az, az lett volna esetleg egy, egy borzasztóan érdekes dolog, hogyha azt mondja a Vartner, hogy köszönöm, így nem. Tehát én, én mindig arra várok egyébként, hogy talán lesz egy olyan edző, aki azt mondja, hogy biztos emlékszel, amikor voltak ezek a kifizetések is, ugye, amikor tartozások, és uh -huh. nem mostanában volt ez, még a, az előző mls borzasztó uh -huh. dolgok voltak, és a lényeg az ugye, hogy mindig aláírattak azt, hogy hogy a, a, a kirúgott edzővel, hogy, hogy ez át lett ütemezve. Attól nem lett kifizetve, aztán már Igen. évek múlva sem kaptam még soha a pénzét. Igen, de azért Igen, már, de. Tehát, tehát mire, akkor is arra vártam, hogy legyen már egy olyan karakán edzőnk, aki azt mondja, nem. De milyen karakállendzőjénk voltak? Azok, egy külföldről hoztak ide, és ott, ott, meghatározott ideig szólt, és a kirúgták, ki kell fizetni a száz százalékot, Igen. de a magyar edzővel mennyi? A magyar edzőnek hát határozatlan idejű, legfélebb egy hónap van benne, amit ki kell fizetni. Tehát kellene végre egy olyan ember, hogy köszön. azt ja, köszönöm, akkor így nem vállalom. Köszönöm. Nagyon érdekes Igen. lett volna. Sajnos időnk lejárt. Sajnálom én is. Köszönöm szépen, itt voltál. Köszönöm a meghívást. További. Sportosat!